Kedves nézőink, december elején városunkban koncertezett a 30Y. Beck Zolival, az együttes frontemberével a zenekar körüli aktualitásokról beszélgettünk, és arról, hogy telik náluk a karácsony. Több nagyváros mellett Ajkán is koncertezik a 30Y decemberben. Milyen repertoárral készültetek? Hát pakolgattam most éppen itt a setlistet, és az van, hogy úgy kezdtük el az őszi-téli turnét, hogy nagyjából olyan 50 dalból tudtunk válogatni, ami viszonylag nagy ügy, mert mondjuk egy koncerten tudunk játszani 18-20-at körülbelül. És akkor ma valahogy azt gondoltam, hogy fontos játszani olyan dalokat, amik valahogy a reflektálnak a saját gyerekkorunkra, azzal a viszonnyal kezdenek valamit, ahogyan mi Ajkán fölnőttünk, mert a zenekarból a négy tagból három ember végtel is itt nőtt föl, szóval inkább egy picit ezzel bíbelődtem, de úgyhogy a történet nagyjából annyi, hogy azt hiszem, hogy a 2004-es első lemeztől a 2014-es utolsó lemezig minden lemezről játszunk dalokat. Ez a gyerekkorra való emlékezés minden koncerten jellemző nálatok, vagy kifejezetten az ajkaiaknak szól? Valahogy úgy van, hogyha Ajkán vagyunk, akkor azok a történetek, amik inkább távoli metaforaként jelennek meg egy-egy szövegbe, azok olykor itt konkrétabbak. Mondjuk a gombás szökőkút alatt Ajkán mindenki ugyanazt a gombás szökőkutat érti, már aki látta a gombás szökőkutat, mielőtt elbontották volna. Szóval az van, hogy vannak olyan szövegrészek, vagy helyek, amik aztán persze ilyen metaforikus alakzatok, vagy hogy mondjam, de Ajkán mégis van egyfajta konkrétsága a szövegeknek. Mondjuk a Böbe melletti gazdabolt, az nem Ajkán felnőtt hangmérnökünknek, színpadtechnikusunknak, fényesünknek és a többi, azaz nyilván ilyen metaforaként jelenik meg. Én meg konkrétan emlékszem, ahogy a gyerekkoromban a Böbébe a nagyszerű porból elkészült megyfagyit megkaptam, még a fater megvette a vetőmagot vagy a permetszert a gazdaboltba a szomszédba. Szóval hogy az van, hogy azok, amik képként élnek egy dalszövegben, vagy ilyen történetként, azoknak tud lenni egyfajta ilyen direkt konkrétsága, miközben a szöveg persze nem erre a konkrét történetre játszik, mint tudom, hogy mi hogy voltunk gyerekek, de úgyhogy emiatt aztán az van, hogy vannak dalok, amik fontosak. Mondok egy egyszerű példát. A Miskolcon játszottuk, talán 2006-ban játszottuk egy koncertet, amikor az egyik fesztiválon, és odalépett hozzám egy fickó, teljesen ismeretlen fickó volt, nem ismertem. Odalépett hozzám, és azt kérdezte, hogy te így a Somló környéken nőttél föl? És mondtam neki, igen, de miért gondolod? És mondja, azért, mert hallgattam a Rajszöggel középre című dalotokat, és az tök olyan volt, mint hogyha a Somlóról szólna. És mondom, váó, tök jó, hát ez tényleg, mit tudom, van nekünk szőlünk a Somló, meg mit tudom, és tényleg pervetszert vásárolunk, meg mit tudom én, ezzel foglalkozunk. És akkor kiderült, hogy a srác pápai volt, aki odalépett hozzám, és őnek is megvan ez az élménye a Somlóhoz kötődően. Szóval, hogy valószínűleg az van, hogy aki a saját élettapasztalataként megéli
azokat az elemeket, amik a szövegekben olykor előjönnek, azok sokkal konkrétabban bírják megragadni azt a valamit, ami benne van, és akkor az, mit tudom én, az jó kaland, azt marhára bírom, úgyhogy mondjuk így, amikor az ajkai koncertről általában gondolkodunk, mondjuk évente, két évente egyszer, amikor jövünk, amikor az ajkai koncertről gondolkodunk, hogy az hogyan alakuljon, hogyan épüljön fel annak a programja, egyáltalán hogyan legyen annak a napnak meg a ritmusa, akkor azt szükségszerűen belekalkulálod, hogy ez egy olyan város, ahol nagyon sok embert ismersz, ahol ismerősek a terek, az utcák, ahol mit tudom én, ismerősek a szagok. Szóval, hogy van valami, amit a gyerekkor nagyon mélyen vés be, amit nem lehet helyettesíteni mással. Ajka után a jövő szombaton Dunaújvárosban fogtok koncertezni, ezután már csak 27-én karácsony után lesz a következő koncertetek Miskolcon. Hogyan készültök a karácsonyra? Ugye lesz egy hosszabb szünet, mit jelent nektek a karácsony? Hát, ha zenekarként gondolok magunkra, akkor a karácsony két dolgot jelent. Egyfelől, hogy azt hiszem alapvetően magunkat ajándékozzuk meg, de mégis persze félig meddig a közönséget azzal, hogy eltelt velünk borzasztó sok idő, a zenekar egyszer csak 15 éves lett, és idén egy-két hét múlva megjelenik a zenekarnak a Best of lemeze, ami arra furcsa egyébként, amikor elgondolod azt, hogy egyszer csak lesz egy lemez, ami nagyjából azt a 15 évet, amit a zenével töltöttél, azt összefoglalja. Úgyhogy mondjuk ilyen tekintetben csináltunk magunknak egy ajándékot, karácsonyi ajándékot. Másrészt az van, hogy szintén ilyen alkotói ajándékként végeztünk a Serközi papával, a Kishercegnek a zenéjével, a Kishercegi című balettnek a zenéjével, aminek majd januárban lesz a bemutatója, úgyhogy ennek ez megint csak olyan, hogy félig meddig a magunk ajándéka magunknak, hogy elkészül ez a balett zenei most már véglegesen. És azt hiszem a magunk ajándéka megint csak magunknak, hogy december végén még a két ünnep között, karácsony és szilveszter között játszunk a Műpába egy művészetek palotájában egy kocsmakoncertet, amit viszonylag nehéz persze elképzelni a Műpa falai között, hogy hogyan játszik egy zenekar kocsmakoncertet, de hirtelen a Bartók Béla nemzeti hangversenytermet egy elképesztő méretű kocsmába alakítjuk át másfél-két órára. Úgyhogy remélem, hogy izgalmas ügy lesz. Szóval, hogy a karácsony ilyen tekintetben mondjuk a zenekar számára, az mindenképpen ebben az alkotás történetben zajlik. A másik oldalon meg valahogy ott tartunk, ahogy végignéztem az elmúlt évek turnéját, gyakorlatilag 26-án a zenekar szinte mindig már játszott. Tehát már a karácsony másnapján már koncertek voltak, szóval nagyon kevéssé szálltunk ki abból, ami a koncertturnét jelentette. Most egy picit jobban megállunk, mert csak 27-én kezdünk el játszani újra. Az meg nagyjából azt jelenti, hogy van az a fajta intimitása a karácsonynak, azt hiszem, aminek nagyon, nagyon nincs köze a nyilvánossághoz. Úgyhogy mi például körbeutazzuk szükségszerűen a rokonokat, a családokat, eljövünk például Ajkára, hogy meglátogassuk a szüleinket, és aztán tudom én, feldíszítjük az elképesztően nagy fenyőfánkat a házunk udvarán, amit viszonylag nehéz díszíteni, mert nagyon magas fa, ott a ház udvarának a közepén áll, és akkor mindenféle eszközökkel, például ilyen lombseprűvel vagy gerebével így föl lehet rakni díszeket nagyon magasra is, és akkor azzal kísérletezünk, általában összehívjuk a barátainkat, és akkor együtt díszítgetjük a fát az udvaron, szóval vagy a kertbe. Szóval hogy ez valami ilyen tekintetben már lassan rítus. A karácsonynak ez a fajta megállás élménye mindenképpen jó, szóval, hogy egy picit ráparancsol az emberre, hogy most legyen az, hogy két-három napig nem utazgat, nem csinál dolgokat, inkább csendben is befelé van, szóval azt hiszem, hogy a karácsonynak ez az ereje megvan, bár mondjuk a turné tekintetében inkább a ritmusunk olyan, hogy
hogy majd 30-án zárunk Pécset, és a turnéritmusban inkább úgy működünk, hogy a januárunk az, ami általában a legnyugalmasabb időszak, szóval, hogy a zenekar januárban tud egy picit nyaralni, vagy telelni. A január az, amikor egy picit a családoddal tudsz lenni, nem indulsz el, nem üsz be minden héten háromszor a zenekari buszba, és mész játszani valahová, szóval, hogy inkább a január az, ami békés időszak. A karácsony egy picit figyelmeztet erre a megállásra. Hogyan zajlik nálatok otthon a karácsony este? Össze-vissza, mert néha nem is nálunk zajlik. Minek utána az van, hogy Pécset élünk, a családunk meg szanaszét szórodva az országba, ezért aztán a legtöbb esetben nem nagyon vagyunk otthon karácsonykor. Mondjuk az hogy a szentestét, vagy a szentestét megelőző napot kitüntetjük szentestjének, vagy az ajándékozás napjának, vagy elférjének, az ilyen jellemző, attól függ, hogy hogyan tudjuk megszervezni az utazást, és aztán utána keressük azokat a helyeket, mint az Azával éppen egyeztettük, hogy mikor futunk össze karácsonykor, és akkor kitaláltuk, hogy majd 25-én valamikor kora délután egyszer találkozunk itt Ajkán, mert akkor leszünk egyszerre a szüleinknél. Szóval, hogy az inkább egy elképesztő logisztika a karácsony ilyen tekintetben. Olyankor viszonylag sokat vezetek, megyek körbe az országba, és akkor mindenhol ott tudunk lenni néhány órát, vagy ott tudunk tölteni egy éjszakát egy-egy családnál. Úgyhogy ez ilyen tekintetben egy ilyen hát kemény matek. Sokkal inkább, mint hogyha arra gondolnál, mondjuk, hogy milyen, nem tudom, nyugalmas vagy efféle. Egyébként meg minek utána az egész család imád a konyhában lenni. Ezért aztán az van, hogy, és ezt még a kacatkutyánk is egyetért velünk azzal, hogy a konyhában lenni a legjobb. Mindig vannak leeső falatok. Ezért aztán gondolom, kitalálunk valami elképesztő ügyet az idén is, és azt megsütögetjük. Azt, hogy ezt 23-án tesszük, 24-én, vagy majd csak 31-én, hát mit tudom én, valamikor megünnepeljük az év végén, amikor éppen otthon leszünk, de azt képzelem, hogy 24-én otthon leszünk most kivételesen. Tudjátok-e már, hogy mi lesz a konyhában ez a különlegesség, mit fogtok főzni karácsonykor? Hát nem tudom, de halrajongók vagyunk, tehát hogy az van, hogy azt hiszem, hogy hal biztosan lesz. Van egy komoly matekunk, ez szintén nagy feladat, hogy az Epike, aki a csajom, viszonylag kevésféle ételt ehet, mert például nélkülöznünk kell a tojást, a tehéntejet és a tehéntejből készült termékeket, és a búza és kukoricalisztet. Ezen kívül az élesztőt. Na most ez viszonylag kemény, amikor az van, hogy se lisztet nem használsz, se tejet nem használsz, se tojást, és akkor ehhez képest kell kitalálnunk általában a napi étkezésünkben is azt a rendet, amikor ahogyan az zajlik vagy történik, úgyhogy majd kitalálunk valamit. Például kitapasztaltunk egy elképesztő linzert, amit rizslisztből lehet csinálni, ezt mindenkinek bátran ajánlom, nagyszerűen el lehet készíteni. Egy dologra kell figyelni, erre rájöttem az elmúlt évben, hogy a rizsliszt annyira könnyű, de ez más már ilyen gasztrokultúrás magazin lesz lassan. Szóval a rizsliszt annyira könnyű, hogy meg kell várnod, amíg a linzer kihűl a tepsiben, mert ha nem várod meg, akkor szétesik. De ha kihűl, akkor utána már tudod pakolgatni, nem tudom, dobozba rakni, akár szóval onnantól úgy viselkedik, mint egy normál linzer, de egészen addig, amíg ki nem hűl, addig borzasztóan sérülékeny. Úgyhogy értem, én ilyen apróságokat kitapasztaltuk, hogy a Szent János kenyér mag lisztből hogyan lehet jó palacsintát csinálni, úgyhogy abban ne legyen se liszt, se tej. Vagy mit tudom én, állati jól tudunk rizstejből és tisztán növényi margarinból és krumpliból készíteni burgonyapürét. Szóval, hogy ugye ezeket így mind kimatekoztuk, szóval szerintem belevágunk szokás szerint valami idétlen kísérletbe, összeszedjük a dolgokat, amikből lehet főzni,
és akkor azokból főzünk valamit, ami aztán mindannyiunknak marhára tetszik, de mondom, ami biztos, hogy hal biztosan lesz az asztalon. A szülők és a család többi tagja is tudott alkalmazkodni ehhez a különleges életmódhoz, hogy miből mit szabad főzni, vagy ők inkább annyira nem foglalkoznak ezzel, vagy mennyire tesznek a kedvetekre? Hát alapvetően nagyon kedvesek, tehát hogy az van, hogy megpróbáljuk kitalálni azokat az ételeket, amiket mindannyian bírunk enni. Szóval, hogy az ilyen evidens, mondjuk, mit tudom én, a töltött káposztát van, aki tejföllel leszi, van, aki neked tejföl nélkül. Szóval, hogy ez viszonylag egyszerű képlet, vagy hogy mondjam, a keltészták fogyasztásába nem tudunk beszállni. Bár karácsonykor lehetetlen megállni az anyukám mákos begliét, úgyhogy az van, hogy a mákos begli kötelező feladat. Marika mama, Zepi anyukája pedig tökéletesen készíti a hólabdát, szóval két dologgal lehet bűnözni. Ez a karácsonyi megengedés szabálya, és ez a hólabda és a mákos begli. A szilveszter előestéjét Pécsen tölti a zenekar, ott fogtok koncertezni. Mi a helyzet a szilveszterrel? Hát a szilvesztert mindig otthon töltjük. Szóval volt idő, amikor a zenekar szilveszterkor játszott, és azt képzelem valahogy, hogy szilveszterkor koncertezni az lehetetlen. Szóval a szilveszter az arra való, hogy az emberek szórakozzanak. A 30Y zenekar meg nem egy szórakoztató zenekar, már abban az értelemben, hogy nem tudom, ilyen csináljunk rá egy felhőtlen bulit, vagy mit tudom én. Hát inkább olyan zenekar, ami elzenél valamilyen világot, és akkor abba be lehet költözni. Szóval annak nagyon kevéssé van köze a szilveszteri, nem tudom, ilyen lakossági szórakoztatáshoz. Úgyhogy egy ideig játszottunk szilveszterkor, elegettetünk néhány meghívásnak, de aztán valahogy úgy éreztem, hogy a zenekarnak nincsen helye ezekben a terekben. Úgyhogy a szilveszter szerintem a mi legcsendesebb napunk. Szóval az valahogy olyan, hogy marha jól lehet társasozni például szilveszterkor. Nagyon kell figyelni a kacatkutyánkra, aki megőrül a petárdától, meg a tűzi játéktól, meg ilyenektől. Szóval aki a kacatkutyával kell foglalkozni este 7-től hajnali 2-ig, amíg mennek ezek a duroktatások. És általában aztán az van, hogy valahogy a házunkban, bár soha nincsen egy ilyen direkt parti, hogy nem tudom, összegyűlünk vagy ilyenek, a vége mindig az, hogy valahogy a zenekar tagjai, más barátaink mindenfelől megjelennek egyszer csak a házunkba, és akkor összerendeződik valami spontán történet, aminek az a vége, hogy általában tőlünk indulnak el hajnali 3 körül az emberek a következő ilyen parti helyszínre. Szóval, hogy valahogy, de azt alapvetően csendesen csináljuk. Hallgatunk néhány menő bakelitlemezt, eszünk valami jót, amit ott gyorsan összeütünk, iszunk valami jót, mert a szerencse a borhűtőben mindig van valami jó, mivel imádunk társashozni, ezért elképesztő mennyiségű társasjátékunk van, szóval, hogy mindenki el tudja magát foglalni jó társasjátékokkal, valahogy így szokott telni a szilveszter mindenféle különlegesség nélkül. Az Epikével meg mivel a januárra pihenőidőnk, vagy hogy mondjam, hogy nyáron nem tudunk menni nyaralni, vagy nem tudom ilyenfélét csinálni, ezért aztán alig várjuk gyorsan a január első napjait, hogy összeszedjük magunkat szilveszter után, és akkor eltűnünk 2 hétre. És akkor mondjuk az a mi nyaralásunk, ami egyébként viszonylag hideg, de marha jó. Hogy a moziba először